telt ház előtt tartották a programsorozat nyitó ünnepségét a Nyíregyházi Egyetemen. Simon László professzor, a Nyíregyházi Egyetem tudományos tanácsának elnöke, felidézte az MTA alapításának történetét, amelyet akkoriban adományozók segítségével indítottak el, köztük Széchenyi István felajánlásával. 1825. november 3-án Pozsonyban járunk az országgyülésen, ahol felsőbüki nagy Pál, egy ellenzéki politikus nemes úr kezdeményezte tulajdonképpen, hogy fel kellene egy magyar tudós társaságot állítani, és nagyon lelkesen ifjabb Széchenyi István ehhez csatlakozott azonnyomban, és valóban ez az eléggé ismert. Ő volt az első, aki az éves jövedelmei, a birtokainak az éves jövedelmét felajánlotta erre a célra. És ez egyfajta katalizátor volt, és büszkén mondhatjuk el, ugye, hogy a Károly családnak, vagy éppen a Vaj családnak, vagy a Nadasi családnak itt a régiónkban komoly gyökerei vannak, tehát nemesi főurak csatlakoztak ehhez a felajánláshoz, és annyira lekesek lettek, ugye a magyar nyelv védelme volt a fő cél, hogy gyakorlatilag egy éven belül 250 ezer aranyforint, ami egy óriási vagyon volt, gyűjt össze. A nyitó ünnepségen két nyíregyházi kutató is kitüntetésben részesült. Dezső Gergely a 3D nyomtatási eljárások kutatásában vívta ki a szakma elismerését. A munkatársaimmal együtt körülbelül 2005-6 környékén kezdtünk el azon gondolkozni, hogy ezzel a technológiával közelebbről meg kellene ismerkedni, illetve akkor adódott egy olyan pályázati lehetőség, amelynek keretében be tudtunk szerezni egy 3D nyomtatót, az még műgyanta alapanyagból dolgozott. Nagyon érdekelt bennünket a belső szerkezete ennek az anyagnak, ami elkészül, ami nem ugyanolyan, mint hogyha öntéssel vagy más technológiával készülne el. A 3D nyomtatás azért is érdekes, mert tetszőleges alakú alkatrészeket lehet létrehozni szerszámcsere és gépátállítás nélkül, tehát ugyanazzal az eszközzel, viszonylag rövid idő alatt. Az ünnepség másik kitüntetett előadója Kókai Sándor volt, aki 1988-ban került a Nyíregyházi Egyetemre, ahol akkor már működött az ország első történeti földrajz iskolája, és ehhez csatlakozott a földrajz történelem szakos végzettségű kutató, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy a történelmi Magyarország csaknem egynegyedét néhány száz éve még víz borította, és csak a folyószabályozásoknak köszönhetően vált lakhatóvá. A történelmi Magyarország területéről, ha beszélünk, ugye ez 325 ezer négyzetkilométer kiterjedésű, a legnagyobb természetföldi tájegysége a Nagyalföld, ugye, amit a trianoni határ több részre vágott 102 évvel ezelőtt, ez 100 ezer négyzetkilométer. A Nagyalföld 100 ezer négyzetkilométerének durván 25%-a vízzel borított volt, az alacsony ártéri területek egész évben, a magas ártérek csak az árhullámok időszakában évente kétszer, sőt a déli területeken egy őszi árhullámmal harmadszor is elönthették a folyók. És természetesen ezek a folyók, miután szabályzatlanok voltak, 1846-os hivatalosan megkezdett tiszaszabályozással, ugye éppen megyénkben, Tiszadobnál, az Urkomi magaslatnál következett be az első kapavágás. Gyakorlatilag onnantól kezdve indul meg a dualizmus időszakában ez az integrált átalakítás, amely megváltoztatja az egész Alföld tájhasználatát, tájgazdálkodás és az itt élő embernek a gondolatvilágát és identitását. Az ünnepi program plenáris előadását Szem Adám György, Munkácsi Mihály díjas magyar festőművész tartotta, aki a tudomány általában vett határairól beszélt, valamint az emberiség történetének tudományos ellentmondásait gyűjtötte csokorba az őskori leletek segítségével. November hónapban a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából megkezdett programsorozat keretén belül a Nyíregyházi Egyetem 12 intézetében összesen 18 rendezvényt szerveznek, amelyekről bővebb információk az egyetem honlapján találhatók.